Tisztelt ünnepető gyülekezet, engedjék meg, hogy Pest Erzsébet önkormányzata és annak képviselő testülete nevében köszöntsem a gyülekezetet templom 90. évfordulóján, születésnapján. Biztos önök számára sem ismeretlen az az érzés, vagy az a tapasztalat, hogy amikor egy kis konyhába toppanunk, ahol valamilyen spalhert vagy teatűszejék, akkor óhatatlanul, még akkor is, hogyha egyébként kint nincs is hideg, de a kályhában tűz lobog, az óhatatlan az ember oda, annak közelébe telepszik. De nyáron még a legnagyobb kánikulában is, hogyha tábortüzet nyújtanak akár a gyerekek, vagy akár barátok körben is, azt az emberek közösen körbeveszik, és szinte test a testhez érve, még a nagy meleg ellenére is, a tűz fényébe bámulnak, énekelnek. Mindenféleképpen valahogy a test igényli a meleget, azt a fajta megnyugvást, amit maga a látvány, maga a hőérzet ad az emberek számára. Igen, a test igényei rendkívül fontosak, de azt gondolom, ugyanilyen melegségre vágyik a lélek is. És amikor templomot emelnek, építenek, akkor ez az igény fogalmazódik meg feltételezhetően, és ugyan elcsépelt idézet, és még csak nem is szó szerint jutott most éppen ebben a pillanatban az eszembe, de dobó óta tudjuk, hogy a falak ereje nem a kőben van, hanem az emberek lelkében. Tehát amikor egy templom megépülés az mindenkinek az örömére, sőt a város ebben az esetben Pest Erzsébet díszére is szolgál, azért mégiscsak az a melegség, ami itt fogadja az ember, és az a fajta szeretet, amely a lélek melegét is jelenti, amely Isten tiszteletéből fakad és Isten szeretetének köszönhető, az az, ami ezt a 90 évet valamennyiünk számára szépé meghatározóvá és tiszteletre méltóvá teszi. Ez az épület kiemelkedett annak idején Pest Erzsébet látképéből, hiszen egy dombra épült, ma már túlszárnyalják a mellettünk lévő panelházak, ahol nincsenek teatűszerek és nincsenek spalhertok feltételezhető módon. De az a melegség, amit ez a templom akár a külső megjelenésével is sugároz, biztos, hogy nem közömbös itt a környezetben élőknek, még akkor is, ha nem tudják ezt a templomot, még akkor is, ha adott esetben nem éppen keresztény hívő. Pedig ma igenis nagy szükség van minden olyan közösségre, minden olyan gyülekezetre, amely összetartó erő, ahol támaszkodni, segítséget, reménységet és szeretetet lehet kapni. Azt gondolom, egy önkormányzatnak az utak építése, akár egy templom felépítése mellett a legfontosabb a közösségeknek az építése és segítése a maga eszközeivel a maga módján. Remélem, hogy Pest Erzsébet jó úton jár, mert elején, akik ugye 90 évvel ezelőtt templomot építettek, 110 évvel ezelőtt városházát építettek, vagy éppen a csirit építették meg, amely jövőre lesz 100 éves, valószínűleg így gondolkodtak. Valószínűleg közösséget akartak, valószínűleg itt akarták jól érezni magukat, itt akarták mindazt a lelki igény, mindazt a szépre jóra vágyást megélni, amely őben uralkozott. Éppen ezért 2017-ben ugye nem a mi kezdeményezésünkre, hanem a református testvérgyülekezet kezdeményezésére a képviselő testület elé kerül januárban vagy februárban Kálvin János tér vagy park elnevezése, ahol egy emléktáblát is állítunk majd a reformáció ünnepe alkalmával, ezt szerettem volna itt bejelenteni. Testület remélhetőleg jövő év elején ezt a határozatát is meghozza. A jó néhány helyszín, amely szóba kerül, azok közül a leginkább a Lajta utca László mellett található nemrég felújított terület, amit nevezett Kanada parkként hívtuk idáig, nem hivatalosan. Remélhetőleg a jövő évben, főleg a főváros is hozzájárul, akkor a hivatalos elnevezés is megvalósul. Engedjék meg, hogy
egy néhány szót mondjak, és tudom, hogy egy köszöntőnek rövidnek kellene lennie, de kérlek, János, meg a gyülekezet elnézését kérem, te is oka vagy abban, hogy hosszabbra nyúlik, mert megemlítetted, hogy én már majd 25 éve vagy itt Pesterzsébeten, és közel egy időben kezdtük itt a munkánkat, én mint alpolgármester, polgármester, és ugyanazok a célok vezettek minket, és én ezt szeretném külön megköszönni, mert te az egyik támogatója voltál az én tevékenységemnek, függetlenül attól, hogy én azért mégiscsak egy politikus vagyok, idézőjelben téve, és képes voltál azokat a gondolatokat az én rendelkezésemre is bocsátani, amit ebben a közösségben hirdettél, és azt gondolom, hogy ez elsősorban az én, de közvetett módon talán Pest Erzsébet javát is szolgálta. Lombos Tóni hozott ide engem, annak idején sokan valószínűleg nem ismerik, hogy Népjólit osztályvezető volt, és azt mondta, hogy mert van itt egy fiatal lelkész, el kell jönnöm, ez egy agilis, ambiciózus, tényleg család együtt törekvő fiatal ember. Hát a fiatal ember ez igaz volt, meg minden egyéb más is, akkor még én sem voltam ilyen, nem emlékszem, hogy még te sem. Azóta tényleg jó néhány év eltelt, és ugye kicsi a világ, amikor Jánosnak az unokája született, akkor ugyanabban a kórházban, szinte ugyanabban az időben nekem a legkisebb gyermekem. Úgyhogy még a véletlenek is összehoztak bennünket, amit külön hálás vagyok a sorsnak. Ha megengeditek, akkor ugye jól gondolom, hogy Pence az amelyet. Most minden jót kívánok, és jó egészséget. Azt szokta nekem mondani, nem az a baj, hogyha túl sokat mondasz, hanem hogyha keveset hallani belőle. És mindig számon szokta kérni, hogy mindig egy bibliai idézetet is el szoktál mondani. Most ezt miért nem tetted? Úgyhogy a legutóbbi két alkalommal így jártam, de most szeretném nem így befejezni ezt a néhány köszöntő mondatot. Méghozzá Lukács evangéliumából szeretnék idézni, remélem szemüveg nélkül menni fog. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és attól, aki elveszi a tiedet, ne követeld vissza. És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. Ennél azt gondolom, hogy szebb gondolat az elkövetkezendő előttünk álló évre, évekre talán nem is fogalmazódhatott volna meg, így most az én számom keresztül, hogy ezekkel a szavakkal köszönteném én a gyülekezetet, a templomot, köszöntöm karácsony ünnepét, és kívánok mindenkinek boldog új esztendőt, és még egy csekkéség, nem így születésnapra ajándék nélkül jönni, én is hoztam magammal egy kis ajándékot, lelkipásztornak és családjának, illetve a gyülekezet azon tagjai számára, akiknek még nincs a tulajdonukban Pest Erzsébet templomai című kis kiadvány, akkor azt is éve mondjál, hogy legyenek. Tehát Püspök urat megtisztelni, jó üveg, bodős próbálok, vagy egészségek.